Üdvözlöm Önöket, Szívus Erika vagyok, az ELTE Történeti Intézetében a Közép-Európa Tanulmányok szakfelelőse. Én fogom Önöknek bemutatni a szakot néhány dia és ábra segítségével. A Közép-Európa Tanulmányok interdisziplináris mesterszak, ami 2014 óta működik az ELTE VTK-n. A képzésben a kar több intézete működik együtt. A Szakgazda Történeti Intézeten kívül részt vesz benne a Germanisztikai Intézet, a Szláv és Balti Filológia Intézet, a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet, valamint a Romanisztikai Intézet is. A szakot a Gazdaság és Társadalom Történeti Tanszék gondozza, de tanítanak benne a Történeti Intézet számos más tanszékének oktatói is. Egyes kurzusok a térség történelmével, kultúráival, nyelveivel, irodalmaival, társadalmaival foglalkoznak, más tantárgyak pedig a múltbeli és mai politikai rendszerekkel, a gazdasággal, Közép-Európa nemzetközi kapcsolataival, kisebbségekkel és kisebbségpolitikával, valamint városokkal és városépítészettel. A fő kérdés nagyon gyakran az, hogy miben ragadható meg Közép-Európa közös öröksége, mi köti össze történelmileg, illetve kulturálisan ennek a régiónak az országait. Ez a szak tehát sokoldalú műveltséget kínál, és másfajta jártasságot alakít ki, mint általában a disziplináris szakok és képzések. A szakos tanterv ugyanakkor az országismereti tárgyak révén lehetőséget ad arra is, hogy a hallgatók alaposan elmélyüljenek egy-egy közép-európai ország történetében, kultúrájában, mai sajátosságaiban. A Közép-Európa tanulmányoknak egyébként a hallgatói közössége is színesebb, mint a történelem szakja általában. Ugyanis ide nem csak történelem szakról lehet felvételizni, hanem számos más bölcsész szakról is. Többek között magyarról, néprajzról, szlavisztikáról, a germanisztikai alapképzés német szakirányáról, a romanisztika szak olasz és román szakirányáról, szabad bölcsészet szakról, valamint egyes társadalomtudományi képzésekről is, így például szociológiáról. De jogász és nemzetközi tanulmányok végzettségű hallgatóink is vannak. Ezeket a bemeneti lehetőségeket megtekinthetik online a Közép-Európa tanulmányok úgynevezett képzési és kimeneti követelményei között. Az utóbbi években Stipendium Hungaricummal külföldi diákokat is vettünk föl. A szak átfogó tantervi reformja 2021-ben zárult le. A reform előkészítésébe a szak korábbi végzős hallgatóit is bevontuk. Ennek köszönhetően 2021. szeptemberétől már egy korszerűbb és áramvonalasabb tanterv szerint folyik a képzés. Korábbinál kevesebb tárgy szerepel a Közép-Európa tanulmányok tantervében, viszont ezek átfogóbb jellegűek és magasabb a kredit értékük. A kurzusok, valamint oktatóik a tanterv jellegénél fogva rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a hallgatói igényekhez. Bekerültek olyan új tárgyak, amikre nagy igény mutatkozott, például a Közép-Európa politikai földrajza, a Visegrádi országok politikai rendszerei 1990 után című alapozó tárgy. Az ilyen jellegű tantárgyak lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók az új szakváltozat keretei között megismerjék a közép-európai országok közelmúltbeli, illetve jelenlegi alkotmányos és politikai rendszereit, társadalmi és gazdasági viszonyait, geopolitikai helyzetét, mai kulturális jelenségeit. A 2021. szeptemberétől életbe lépett új tantervben nagy hangsúlyt kap a nemzetközi kapcsolatok specializáció is. A sokoldalúság mellett a Közép-Európa tanulmányok egy másik nagy vonzereje a nyelvtanulás lehetősége. Ezen a téren a szak maximálisan épít az ELTE bölcsészkar nyelvi és filológiai tanszékeinek igen gazdag kínálatára, mert ez a kínálat nem csak Magyarországon, de az egész régióban egyedülálló. A Közép-Európa tanulmányok hallgatói ezen a szakon összetett és magas szintű nyelvtudásra tehetnek szert, és ez egyébként elvárás is velük szemben. Bemeneti követelmény az angol vagy német nyelv ismerete, és ehhez társul még legalább egy közép-európai nyelv, lengyel, cseh, szlovák, szerb, román, stb. Kötelező tanulása. Az idén szeptemberben életbe lépett tantervben egyébként már angol akadémiai írás is lesz választható tárgyként. Ha a Közép-Európa tanulmányok teljes tantárgyi kínálatára kíváncsiak, akkor a tanegység listát megtekinthetik közvetlenül a dián látható linken, vagy az ELTE BTK honlapján az oktatás menüpontban az interdisziplináris emák között. Az elmondottak miatt ezen a szakon különösen jól ki lehet használni az Erasmus vagy C+ ösztöndíjak nyújtotta lehetőségeket. Az Erasmus Plus ösztöndíj program keretében külföldön végzett tanulmányok lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók gyakorolják az általuk tanult nyelveket és kulturális tapasztalatokat szerezzenek, sőt arra is, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatukat külföldön végezzék. Azaz az Erasmus vagy C+ fél éveket a Közép-Európa tanulmányok hallgatói tulajdonképpen részképzésként aknázhatják ki. Fontos még említést tenni a szakmai gyakorlat kérdéséről is.
A Közép-Európa Tanulmányok Mesterszak eredeti változatában a szakmai gyakorlatnak nem volt nagy szerepe. A tantervi reformhoz kapcsolódóan 2021-től viszont az eddiginél nagyobb hangsúly kerül erre is. A közeljövőben együttműködési megállapodásokat készítünk elő különféle kulturális intézményekkel, olyan Magyarországon működő külföldi intézetekkel, mint amilyen például a Cseh Centrum vagy a Goethe Intézet. Kezdeményezzük az együttműködést a külföldön, például Prágában, Varsóban, Bécsben, Berlinben működő magyar intézetekkel, Collegium Hungaricumokkal is. A már meglévő kapcsolatokra építve együtt tervezünk továbbá működni a közép-európai alapítványokkal, hazai és külföldi kutatóintézetekkel, egyetemekkel, non-profit szervezetekkel, de akár a kulturális turizmus vagy a gazdaság más területén működő cégekkel, szervezetekkel is, ahol a hallgatók adott esetben szakmai gyakorlatukat végezhetik. Ennek az intézményi kapcsolatrendszernek a közeljövőbeni kialakítása azért is fontos, mert ilyen módon nem csak a volt hallgatóinktól, hanem az állandó partnerektől is visszajelzéseket kapunk majd arra nézve, hogy mit igényel a munkaerőpiac, és mik a főbb elvárásai azoknak az intézményeknek, ahol a nálunk végzett hallgatókat potenciálisan foglalkoztatni fogják. Hallgatóink egyébként részben a fent említett területeken, illetve a külügyben, az államigazgatásban vagy alapítványoknál helyezkednek el. Egy részük a piaci szférában talál állást, olyan cégeknél vagy intézményeknél, ahol a speciális és összetett nyelvtudás, a regionális helyismeret előny vagy kifejezett elvárás. A hallgatók egy további része a doktori képzésben folytatja tovább tanulmányait itthon vagy külföldön, adott esetben a közép-európai régió valamelyik patinás egyetemén. Ha tehát érdeklődnek egy olyan szakiránt, amely széles látókörű regionális szakértőket képez, és praktikus, jól alkalmazható tudással, valamint összetett nyelvismerettel vértesz fel, akkor várjuk Önöket a Közép-Európa Tanulmányok szakon. Köszönöm a figyelmüket!